A Szent Imre Katolikus Gimnázium általános iskola, kollégium, óvoda és alapfokú művészeti iskola tagovodája 2012-ben nyitotta meg kapuit a Szarvas utcán. A jól felszerelt 50 férőhelyes, kétcsoportos épületben azóta is tart a gyermekek nevelése, az igényeknek megfelelően évelején úgy döntöttek, bővítik az óvodát. Áprilisban tették le a beruházás alapkövét, a munkálatok sokszor még hétvégén is tartottak, az új óvodai részt pénteken adták át. Évente a plébánián körülbelül 200 gyermeket keresztelnek római katolikusnak. Mivel óvodánk 2012-től működik 50 férőhelyen, évek óta tapasztaltuk, hogy nem fértek be, volt olyan év, amikor a testvérgyermekek se fértek be a csoportokba. Ezért éreztük és jeleztük a püspökség felé, hogy nagyon nagy igény lenne arra, hogy minél több gyermek be tudjon kerülni a római katolikus egyház által fenntartott óvodába. A szülők a lelki nevelés fontosságát megérezték. Fontosnak tartják, hogy a családi nevelés mellett az intézményes nevelés keretein belül is nagyon fontos, hogy erkölcsileg gazdagak legyenek a gyermekek, mikor fölnevelkednek. Nyíregyháza polgármestere is szólt az átadó ünnepségen, dr. Kovács Ferenc kiemelte, megyeszékhelyünkön közel 4500 óvodáskorú gyermek él, ezért is fontos, hogy bővüljenek, fejlődjenek az intézmények. Nagyon örülök, hogy az egyházak is csatlakoznak ahhoz a kiemelt célhoz, amit a városvezetés képvisel, hogy gyermekeink jövője szempontjából az óvodák, bölcsődik iskolák felújítása, modernizálása történjen meg, és hát ezt az önkormányzat az elmúlt években is végezte, következő két évben viszont nagyon nagy felújítási hullám indul, hogy így mondjam, és szeretnénk azt elérni, azt a célt, hogy 2020-ra minden óvoda és bölcsőde felújítására sor kerüljön. Ez nem csak az épületek energetikai korszerűsítését jelenti, hiszen logopédus szobától tornaterem kialakításán át a belső feltételek, játékok, egyéb pedagógiai eszközök beszerzését is tartalmazza. Az új óvodai épületet is Kulcsár Attila Ybl díjas építész álmodta meg, közel 70 négyzetméteres csoportszobák öltözőkkel, kiszolgáló helyiségekkel és sószoba is helyet kapott. A gyerekek az óvodai bővítést tánccal, énekszóval köszönték meg.